Három hónap alatt rekordmértékűre duzzadt a költségvetés hiánya, március végére meglett az egész évre tervezett hiánycél. Nagy Márton a Bloombergnek azt mondta, a kormány beruházások elhalasztását tervezi, hogy korrigálja az adatot. A stúdióban Bot Péter Ákos. A jegybank korábbi elnöke, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egy rekorddal kezdünk, negatív értelemben rekord. Márciusi adat 92%-ánál tart a költségvetési hiány, mint az egész éves hiánynak a 92%-a, és még tényleg csak április van. Azt szokták egyébként mondani, ön is mondta itt már többször, hogy évelején mindig nagyobb a hiány, ez így szokott lenni, na de 92%? Hát az év elején is nagyon hiány, az év végén is nagyon hiány, mert legutóbbi három évben decemberben is óriási volt. Na most, ha így menne tovább, mint hogy most megindult, akkor ugye leesnénk az asztal széléről. Úgyhogy ez nyilván nem fog így tovább menni, de nagyon kellemetlen. Már februárban lehetett látni, hogy ez nagyon rosszul indul az év. Akkor voltak azért olyan tényezők, amelyek úgy részben megmagyarázták, speciális havi tényezők. Három hónap már azért sok. És azért is, mert a részletes adatokat ugye az ember még nem látta, meg kellene elemezni, de a bevételi oldal gyenge. Na most a magyar állam bevétel, az mi vagyunk, a gazdaság. És azt jelenti, hogy a gazdaság nem pörög. Mi marad el? Tehát mi marad el a bevételi oldalon, és mi a helyzet a kiadási oldalon? Nem fogyasztanak annyit az emberek, mint amennyit feltételezett a kormány. A kormány abból indult ki, hogy a gazdaság nőni fog, Nagy Márton miniszter úr neki lendült még februárban, és 4%, 5%-os növekedésről beszélt, 5% pluszról beszélt. Akkor azért a elemzők mondták, hogy ez lehetetlen, és ő is levitte, most már azt hiszem 3%-ot mond. De hát lehet, hogy nem lesz annyi sem. Mindenesetre, hogy az év indult, az emberek nem fogyasztanak annyit, mint ahogy kellene a kormány szempontjából, és így nem pörög a büdzsébe a fogyasztási adó. A bérek nőnek, nődögélnek, de ezek szerint nem annyira, hogy az SZIA-n keresztül is dübörögjön. És a kiadásoknál, hát hallottuk ugye a híradóban, hogy a kiadásokat visszavagdossák, hát nagyon szelektíven vagdossák vissza, tehát valamit visszafognak, valamit egyáltalán nem, és nagyon költséges programokban gondolkozik a kormány. Úgyhogy így ebből sajnos nem jön ki az, hogy hiány van, és elérte majdnem az éves tervezetet. Egyébként a kormány a következőképpen magyarázza, a kedvezőtlen külső gazdasági hatások nagy nyomást gyakorolnak a költségvetésre is, illetve hát egyes államkötvény sorozatok kamat fizetése az első negyed évben volt esedékes. A második az világos, az első milyen kedvezőtlen külső hatások vannak, ami miatt itt 92%-osnak kell lenni a hiánynak? Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van, sohasincs jó idő, mindig esik az eső, ez a komáromi kisleánynak a népdala, valószínűleg hideg volt télen, nem tudom. A segített a külső tényező abban, hogy az energiaárak jóval alacsonyabbak, mint tavaly, tehát a rezsivonalon, azon van megtakarítás, tehát nem ott ment, tehát most ezt hagyjuk is. A másik tétel azonban érdekesebb, mert kétségtelen, hogy amikor kibocsájtottak 16-18%-os kamatozású papírokat, és hát a tehetősebb emberek vettek belőle, hát az asztalnál is van ilyen, az a kifizetés az valóban a következő évben, években az egy nagyon nagy tétel. Lehet mondani, hogy az a magyar emberekhez megy. 60%-a, 70%-a kétségtelen, de akkor is kiadása a büdzséből. És hát bevétel annak, aki tehetős. És akkor persze az is következik, hogy azért ez egy nagyon durva átcsoportosítás a szegényektől a gazdagokhoz, mert ugyanakkor az a megszorítás, ami jön, amire azt mondják, hogy nem megszorítás, de hát minden bevételi, állami bevételi forma valamilyen módon lecsapódik. Hogy el kell venni valahol. Valakhoz el kell venni, és az általában a fogyasztáson keresztül szokták elvenni, hát a fogyasztani pedig a szegény emberek is kénytelenek fogyasztani. Ja, mindjárt megnézzük ezeket, amiről szót ejtett, hogy mit lehet csinálni. Meg lehet-e ez a 4,5%? Mert hogy ugye idén az előre tervezethez képest már módosítottak, mert először 2,9% lett volna, aztán módosították 4,5%-ra, vagy ennél is magasabb lehet, hogyha most kéne megmondani, amit mondaná. Az elemzők 5-öt mondanak. Tehát azt mondjuk, hogy reálisan ebből a folyamatból 5 jön. Most ugye az ember azért nem tud mit mondani, mert miért 2,9? Azért, hogy ne legyen 3. És ennek az asztalnál már többször megbeszéltük, és tudják a nézők, hogy ez a mágikus 3%, ha az alatt van a deficit, az is magas, az is nagyon nagy adat, legjobb volna, ha nem nagyon lenne, de hát ilyen nincsen, legalábbis nálunk 30 éve nincsen, de ha 3 alatt van, akkor nem indul be ez a többlet deficit eljárás.
erről is volt szó, hogy hát 3 fölött lesz, tehát elindul, de akkor de már elindul, nagyjából... elindul, ez biztos, ezt korábban a bizottság ezt így elengedte, tehát elindul... Elindul, csak a büntetési része az nem válik valóban könnyen. Tehát eljárás el fog indulni az év közepén, amikor a magyar kormány lejelenti a tényadatokat, és abból fog látszani minden elemző szem előtt, hogy ez így lesz. Elmondja a nézőknek, hogy mit jelent, ha elindul? Tehát akkor mit kell a kormánynak teljesíteni, milyen adatokat kell követni, gyakrabban kell intézkedni? Úgy történt, mert eddig 10-valahány évből, 2/3 évben mindig jött egy papír, hogy önöknek túl nagy a deficitje, kérjen, csináljanak valamit. És akkor a kormány visszaír, hogy igen, kiigazítjuk. Ezek tehát, a konvergencia programok? Igen. Annak a része, ez a kialakult struktúrájú beszélgetés a tagállami kormányzat és a bizottság között. Jó, de akkor büntetés azt mondja, hogy az büntetés lesz. Nincsen, azért égés van, tehát azért kellemetlen, főleg amikor valaki azt mondja, hogy szuverenitás, mert akkor azt jelenti, hogy hát fogadni kell egy delegációt, és el kell magyarázni, hogy hát ilyen meg olyan okok miatt, és meg kell ígérni, hogy ki lesz igazítva, ami nem jó irányba megy. Na most erre több idő van, tehát most nem kell úgy elgondolni, hogy 24-ben nem sikerül, és akkor 25. január 1-én elvesznek valami pénzt. De azért elvesznek valami pénzt. Szóval azért, miután Magyarország helyzete nagyon sajátos, a magyar kormány helyzete nagyon sajátos, ez sem jó fejlemény azért. Hogyha már az Unióra kitértünk egy picit, a régióban mi a helyzet? A régió, köszönjük szépen, nagyon jól van. Szlovákia, Csehország. Igen. A többieknél eleve kisebb az államadósság a hányada, tehát a legnagyobb Magyarországon, és a deficit sem ilyen nagy. A románoké elég nagy, de ott a növekedés gyors, és ezért azt gondolom, hogy tehát most igazából most a problematikus pont most Magyarország. No, azt mondja a pénzügyminisztérium, hogy a kormány elkötelezett a hiány és az adósság csökkentése mellett, akkor hogyan csökkentik? Túl sokat erről nem tudunk, és akkor beszéljünk erről, ezt már elkezdte pedzegetni. A Bloombergnek ugye nyilatkozott Nagy Márton, de a választások után nagyon sokan számítanak arra, hogy kiadáscsökkentés lesz, ami adóemelést, vagyis megszorítást jelent, hívjuk akárhogyan is, nem lehet másként hiányt lefaragni. Mit lehet ön szerint csinálni? Én itt nem fogok ötleteket adni, és találgatni lehet, de azt se akarok. Az biztos, hogy 2 módja van. Az egyik az, hogy többletbevétel azt tesz szert a kormányzat, és akkor kivet valamilyen adókat. Na most igazi olyan adókat, amik ez törvény kell, nagyon nehéz kivetni, még a mi rezsimünkbe is, de hát az évközben lehet persze pótadókat még elhelyezgetni, tudtam ott. Miért nehéz rendeleti kormányzás? Hát igen. Veszélyhelyzetben élünk, sokadik éve. Igen, megoldható. Csak hát nem szép, tehát mondjuk a személyi jövedelemadóhoz azért nem lehet évközben hozzányúlni, még nálunk se. De el tudja képzelni, hogy még az SZIA-hoz hozzányúl ez a kormány? Hát nem mondom meg, hogy mit tudok elképzelni, mert nem akarok ijeszgetni senkit, de majd induljunk ki abból, hogy nem ahhoz nyúlnak hozzá, hanem megígérte külön adónak a csökkentését. Hát most akkor elhalasztják a csökkentését. Találhatnak olyan szektort, ahol még azért ki lehet vetni, és akkor mondom, nem akarok találgatni, hogy melyik szektor az. A kiadás csökkent, és a másik. Ott az a gond, hogy hát az sem olyan egyszerű, főleg, hogyha a választást megvárják, és a választás ugye júniusban van, akkor az júliustól indul egy kiigazítás, akkor nagyon nagyot kell kiigazítani, hogy az év végéig kellő pénz bejöjjön. Tehát azért most a pénzügyminiszter feje nagyon főhet, mert hát sok össze kell rakni ezt valahogy fejbe, nem fogják nekünk elmondani, sőt azt sem fogják elmondani talán, hogy ilyen munka folyik, de hát nyilván keményen folyik. Azt azért lehet érezni, hogy hát a fejlesztési miniszter, ő eddig is vagdosott ki beruházásokat, és most is fog vadászni szegény Lázár miniszter úr, hogy mit lehet leállítani. Van a Piac és Profiton egy cikk, elég ijesztő, Ruszin Zsolt adószakértő ír, azt mondja, hogy akkora a baj, hogy a technikai államcsőd felé haladunk. Mit gondol erről? Ő 2 adattal magyarázza, illetve 1-gel azt mondja, hogy az Államadósság Kezelő Központ néhány napja módosította az idei finanszírozási tervét. Az új nettó finanszírozási igény több mint 1400 milliárd forinttal magasabb, mint tavaly decemberben. Ez ijesztő, mert ez egy 1/3-os módosítás. Igen. Hát, hogyha fölmegy
a GDP arányba 3-ról 4,5-re, az egyharmaddal megnő, tehát az valóban azt be kell tömni. Na most a AKK, az Álmodosság Kedvező Központ fölvitte a deviza hányadot, eddig 20%, 25 volt, 30-ra. Tehát akkor ez utalás arra, hogy a hiányzó pénz egy részét külföldről szedik be. Most külföldön rengeteg pénz van. Tehát a magyar állam nem a legjobb adós, a visegrádi között a leggyengébb besorolású, a bóvlitól azért 2 lépcsővel feljebb vagyunk, most még azért lesz egy felülvizsgálat. Tehát ezt lehet finanszírozni dollárban, euróban, és hát itthon is lehet finanszírozni, ha kamatok elég vonzóak. Csak most jön a probléma, hogy ha kamatok vonzóak, az azt jelenti, hogy kamatokat kell fizetni jövőre is, meg azután is, 10 éven keresztül, és akkor megint a következő éves költségvetésben, ugye amikor megbeszéljük majd egy év múlva ilyenkor, hogy miért szállt el a költségvetés, mert nagy a kamatteher. Na de akkor az a technikai államcsőd, ez fenyeget, vagy ez nem fenyeget? Ne is beszéljünk arról, mert amíg az államhatalom be tudja szedni az adókat, addig beszedi rajtunk az adókat előbb-utóbb. No, akkor a végén egy picit más találkozott Nagy Márton és Matolcsi György, nemzetgazdasági miniszter, aztán megszólalt az Inforádióban, és azt mondta, eljutottunk egy olyan pontig, hogy ez nem tartható tovább. A gazdaság szempontjából létfontosságú két intézmény, ugye a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Jegybank közötti kommunikáció hiányát tarthatatlannak találta. A múltat eltemettük, és a jövőbe nézünk. Mit szól ehhez a béküléshez, azok után, ami az elmúlt, hát nem is egy évben, nem talán picit többen történt? Hát a békülés az ő dolguk, az, hogy beszélnek, az jó. Tehát azt gondolom, hogyha a kormányban van egy gazdaságpolitikai szereplő, ráadásul a gazdasági kabinet vezetője, és annak van egy mondani valója, akkor mondja el 4 szem közt, ne üzengessem, mert az nem jó. Tehát erről is beszéltünk ennek az asztalnál. Igen, de ez a személyes szál, viszont a gazdaság szempontjából az egyik ló erre húzott, a másik meg erre húzott. Igen. Tehát, hogy kibékültek, attól még teljesen mást gondolnak. Igen. A gazdaságpolitikai. Az se baj, hogy más gondolnak, nem azért fizetik őket, a jegybank elnököt azért fizetik, hogy ne legyen az infláció nagyon nagy, és ezért magasan fogja tartani a kamatokat. Hát a Nagy Márton le akarja vinni a kamatokat, de amit előbb beszéltünk, és most azért a harmadik miniszter most csöndben van, mert számolja a kockás papíron, hogy fog összejönni ez a költségvetés. Hát ahhoz, hogy a pénz beszedje, nem tudja a kamatokat lejjebb vinni. Tehát az, hogy mi odaadjuk a pénzünket, ne fogyasszunk, hanem finanszírozzuk a féktelen étvágyú magyar államot, ahhoz magas kamatszint kell, tehát hiába szeretne a gazdaságfejlesztési miniszter, hogy hívjuk így, sok beruházást, én azt gondolom, hogy ez az év nem a beruházási konjunktúra éve lesz, túl kell élni a költségvetésnek, és hát nyilván mind a bevételi oldalt, mind felül a kiadási oldalt nagyon-nagyon alaposan, és nem kell több reptér, nem kell annyi sámándob, és nem kell annyi kilátó. Reptér szóval lesz, erre már sajnos nem lesz időnk, de reptér. Igen. Lesz, úgy tűnik, hogy ez a reptérvásárlás éve lesz, majd legközelebb ezt is megbeszéljük. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.